Már birtokba vették a kertvárosi gyerekek a volt bátori laktanya területén épült játszóteret és a hozzátartozó szabadtéri fitness parkot. Láthatóan nagyon tetszett nekik. Sokat lehet edzeni, játszani, jó nagy a hely, ezért bármit meg tudunk csinálni, amire gondolunk. Lehet pingpongozni, amit más játszótéren nem nagyon lehet. Van kutyafuttató, ami nagyon nagy előny, aki itt lakik. És nekem nagyon tetszik a dizájnja. Igen, nekem is. A Tiszavasvári út északi oldalán emellett nem csak játszóterezni és kondizni lehet, hiszen futógyaloglókört, pingpongasztal, mászószobor, streetball vegyes használatú pálya, szalonnasütők, filagúria és akadálymentesített mosdók is várják a családokat. A fejlesztés során kerékpárút, járda is épült, de egy záportározónak köszönhetően a pályázat megoldja a városrész csapadékvízelvezetését is. Amikor az északi területet megcsináltuk, ott is építettünk egy hatalmas záportározót, azért, hogy az egész kertváros csapadékvíz, belvízi problémáját, ha úgy olyan helyzet adódik, meg tudjuk oldani, és most itt is egyet, és ezt a záportározót is úgy méreteztük, hogy az új kertváros, itt ahol vagyunk, ez folyamatosan bővül, építkezések vannak, hála Istennek, ebből adódóan a feladatok is nőnek, de most én azt gondolom, már nyugodtak lehetünk, mert ezzel a záportározóval úgy lett méretezve, úgy lett megtervezve, hogy az egész újkertváros ilyen irányú szükségletét el tudja majd látni. Mindezeken felül elkezdődött a parkosítás, egy mezitlábas ösvényt is kialakítottak, valamint utcabútorokkal is bővült a terület. Az átadón elhangzott, egyre népszerűbb ez a város rész a lakosság körében. Egyre többen költöznek a kertvárosba, nagyon jó helye ez a városnak, az infrastruktúra fejlődött, megemlítettem azt is, hogy a közlekedési infrastruktúra egy szintet lépett, gondoljunk itt a körforgalmakra, a szélsőbokori út felújítására, a Tiszavasvári úti felüljáró felújítására, amely éppen most fog befejeződni, mert 380 méter aszfaltozás még hátra van, vagy éppen a Mező utcai csomópont, hiszen a kertvárosban lakók ott érik el az első nagy csomópontot, vagy a Derkovics utcai csomópont. Szinte lehetetlen felsorolni, annyi minden történt, de azért próbálkozunk, és azt gondolom, hogy ez az északi rész igazán jól sikerült, kikapcsolódásra, közösségi rendezvényekre kiválóan alkalmas. A laktanyák felújítását célzó projekt összesen 2,3 milliárd forintból valósult meg, 100%-ban az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően.